A Marosvásárhelyen működő HIFA Egyesületet a szükség hozta létre 2000-ben. Alapítói olyan fogyatékkal élő személyek, akik szervezetten próbáltak saját problémáikra gyógyírt találni. S bár kezdetben csak találkozási pontnak alakították ki a HIFA központot, az évek során szociális hálóvá nőtte ki magát. Ők ugyan sok családnak próbálnak segíteni, ám össztársadalmi szinten a fogyatékkal élő személyek gondozása megoldatlan. Csókolom, mit tanéni? Egészségesen megjöttünk. Jaj, de jó, köszönjük szépen. Megjöttünk, mehetünk el, jó kis sétálra, most pont kisütött a nap is. Igen, igen, most jó idő van. Sem meleg, se hideg. Sem meleg, se hideg, pont jó. Jó. A Marosvásárhelyen élő Kurta Sándor 4 éve betegség miatt tolókocsiba kényszerült. Otthoni gondozásra szorul. Felesége éjjel-nappal vigyáz rá. A jelenlegi törvény értelmében pedig hivatalos gondozója is a fogyatékkal élő társának. Ugyanis személyi gondozói minőségben alkalmazható a közvetlen hozzátartozó is. Ezért havonta minimálbérben részesül. Egy lifttel nem rendelkező 4 emeletes tömbházépület utolsó szintjén laknak. A hétköznapi gondokban a városban működő HIFA Egyesület segít a házas párnak. Nem akarok sírni, vagy izé, de úgy érzem, hogy be vagyok zárva, úgymond. Nem probléma, mert most hogy nevezem, nem akarom éppen luxusbörtönnek nevezni, vagy mit tudom, de meg vagyok én, és szerencsére én nem vagyok annyira stresszes, mint a feleségem. Rengeteg problémában ütközünk, ez az igazság, de hála Istennek, amióta a HIFA szervezettel felvettem a kapcsolatot, azóta egy kicsit könnyebb. Segítnek bevásárolni, segítnek levinni a férjemet, mert hosszú évek során nem tudtam levinni, például 4. emeleten lakunk, és én egyedül, meg itten mindenki ki van öregedve, mindenkinek baja van, ilyen, olyan, amolyan. Vacirálnak ezzel a gondozói pénzzel. Hát azért a jó Isten bocsássa meg, de másra van, akkor legyen erre is, mert bizony egy gondozónak nem olyan könnyű feladata van. Éjjel-nappal, mint ahogy én is vagyok, ugye 2 betegem van, és más is, ugye, hát rá vagyunk utalva, na, hogy mondjam, jól fog az a pénz. Még ha nem kapnánk mondjuk akkor is, mivel felesége vagyok, kutya kötelességem volna rendezni, de hát miért ne, ha egyszer törvény előírja, és hogyha akkor adják rendesen minden hónapban, hogy még azért is pluszban ne stresszeljünk, hogy na most megjött, nem jön meg. A törvény értelmében az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzatok kötelesek biztosítani a szükséges pénzügyi forrásokat a betegek gondozásához. A fogyatékkal élő személyek gondozása egyre nagyobb gondot jelent a közvetlen érintetteknek. Az évek során számos olyan alapítvány, egyesület jött létre, amely arra hivatott, hogy a fogyatékkal élőket támogassa. Ilyen a 2000-ben alakult Marosvásárhelyi HIFA Románia Egyesület is, amely állami, önkormányzati támogatásból, valamint pályázatokból és saját forrásból próbálja minél több fogyatékkal élő problémáját megoldani. A civil szervezet munkatársai, önkéntesei elsősorban az otthoni gondozásban segítenek. Rengeteg olyan egyesület, alapítvány, szervezet, egyházi intézmény van, akik igyekeznek külön-külön a kis szigeteiken rendet tenni, illetve problémákat megoldani. Az igazi fejlődés akkor kezdődött el, amikor ezek a szervezetek, egyesületek, civilek összeálltak, összefogtak, elkezdtünk tudni egymásról, és elkezdtük megnézni, hogy mik egy-egy szervezetnek az erősségei, illetve hiányosságai, annak érdekében, hogy olyan megoldásokkal jöjjünk mi, ami nem létezik már ezen a piacon, viszont hiány szükséglet. Az otthoni gondozásra a választ a civil szervezetek adják meg. Többen vagyunk Maros megyében is, és hát más megyékben is az országban, akik ezzel foglalkozunk, ezt a területet ellátjuk. Nem mindenkinek vannak családtagjai,
Illetve hát államilag, törvényileg ez nincsen lefedve, hogy az ő gondozásuk 7/24-et meg legyen oldva. Van olyan gondozottunk, akihez több beteggondozó is eljár a munkacsapatunkból, hiszen idős otthonból kikerült, mert hogy túl fiatal ahhoz, hogy idős otthonban gondozzák, viszont olyan fogyatékkal élők számára létrehozott, illetve működtetett otthon, ahol megkapják ezt a már általam említett 24/7-es gondozást, nincs, nem létezik. Románia 2010-ben ratifikálta az ENSZ fogyatékosokra vonatkozó egyezményét, ami előírja a jelenlegi intézményes keretek között való gondozás átszervezését, és ez azt jelenti, hogy a jelenlegi intézményes gondozás le kell csökkenteni, át kell alakítani, azaz le kell csökkenteni 2030-ig 42%-kal. Tehát gondozás szempontjából problémát jelent az, hogy egyrészt nem fogadnak be új gondozottakat, másrészt csökkenteni kell a létszámot, tehát ki fognak kerülni a intézményes rendszer, gondozási rendszerből gondozottak, tehát 42%-kal csökkenteni kell a létszámot. Ez azt jelenti, hogy kénytelenek lesznek a hozzátartozók hazavinni és otthoni keretek között megoldani a gondozást. Alternatívaként az van, hogy otthoni gondozás vagy védett lakásokba oldani meg a gondozást. Erre a keret van, hogy a gondozottaknak különböző juttatásokat adnak lakbérre, számla, tehát a rezsire, és ugyanakkor keret van, vagy lesz arra, hogy önkormányzatok, vagy akár szociális szférában dolgozó egyesületek, alapítványok vásároljanak védett lakásokat, vagy esetleg építsenek. Egyelőre azonban erre kevés példa mondható. Az esetek nagy részében a fogyatékkal élők, csakis a család, a közvetlen hozzátartozókra bízhatják magukat. Társadalmilag messze állunk még ennek a kérdésnek a megoldásától, mondta Kelemen Attila, a HIFA Románia Egyesület önkéntes alelnöke, aki az aktív sérültek közlekedési nehézségeire is kitért. Nekem volt egy gerincsérülésem, így most már 40 éve kerekesszékezek, elég aktív kerekesszékes vagyok, úgyhogy nekem fontos az, hogy ha bárhova is megyek, akkor akadálymentes legyen, mert hogy ez a cél. Mert hogy az is megoldás, hogy akkor egy kísérőt küldök ide-oda, de hát akkor minek akadálymentesítjünk, ha más rendezi ezt el. Most ilyen szempontból az akadálymentességre törekvés az úgy megvan jogilag, és megvannak rá a szabályzás is, akár milliméter, hogy milyen dőlés szögű legyen egy feljáró vagy ajtószélesség, csak hogy ezt nem ismerik, vagy nem tudják annyira alkalmazni. Eléggé bonyolult, tehát az ember nem leleményes és nem próbálkozik, akkor hamar feladja. Ha tovább megyünk, akkor ugye, ahol gondozók vannak, tehát hogy nem ennyire mozgékony a beteg vagy a sérült, ott meg más problémákkal szembesülnek. Tehát ugye egy gondozó az ott van a beteg mellett 24 órából 24 órát, hétvégén is. És általában ezek a családtagok, mert hogy
ugye a családban ők mindig ott vannak, vagy jó barátok, vagy rokonok, de ez már egyre ritkább, hogy külső családon kívüli ember tudjon segítségül lenni. A törvény által garantált lehetőség, hogy egy gondozott fizet a város, vagy a helyi önkormányzat, ez működik, csak hogy az 8 óra, és akkor mi lesz a következő órákkal, a 24-ből, vagy a hétvégekkel. Tehát ez nem egy megoldott probléma abban az esetben, ahol a sérült teljes körű ellátást igényel, vagy arra van szüksége. A másik probléma, hogy ezek a gondozók, akik ott vannak egész életében, születésétől fogva ennek a sérültnek, vagy a családban, ugye ők is úgy lennének jogosultak szabadságra, szabadnapokra, mint bármilyen más alkalmazott. Most ez sem megoldott, hogy akkor kiugrik be helyette azokban a napokban vagy hetekben. Egy másik nagyon komoly probléma az, hogy általában, ahogy az idő telik, ugye a szülők, a családtagok kiöregednek. Gondolok itt arra, mikor a saját gyereküket gondozzák. Aki a saját gyerek most már lassan 30, 40, 50, 60 éves, van rá példa. Nem jutott gyereke? Nem! Jaj! Két pontot azért tartok, hogy ha egyiket elütöd, akkor... Ezek a felvételek 2011-ben készültek, amikor a HIFA Románia Egyesület alapító elnöke az általa megálmodott HIFA Park tervét ismertette. Simon Judit egy 9 éves korban szenvedett betegség következtében életre szólóan mozgáskorlátozott lett. Bár egy ideig teljesen elszigetelten élt, rájött arra, hogy a bezártság nem megoldás, és elkezdett aktív életet élni. Megalapította a Nemzetközi HIFA Egyesület Romániai Fiók Szervezetét, és elhatározta, hogy egy olyan központot létesít, ahol ápolók, orvosok bevonásával teljes körű gondozás biztosít az egyedül maradt fogyatékkal élő személyeknek. Sajnos ez az álom meghiúsult. Egészségügyi okokból most Judit nem tudott személyesen fogadni minket, így telefonon mondta el, hogy miért nem jöhetett létre a HIFA Park. Anyagi gondok miatt elsősorban, mert a pályázati lehetőségek korlátozottak voltak, illetve nem is adtak már ilyen célra pályázatot, mert ugye a tendencia most az, hogy a fogyatékosságban élőket a társadalomba kell integrálni, és nem szegregálni, tehát egy központba. Természetesen integrálni kell egy társadalomba, egy fogyatékossággal élőt. Viszont az a helyzet, hogy azért, mert együtt élnek esetleg többen egy helyen, ez nem azt jelenti, hogy ki vannak rekesztve, vagy hogy el vannak határolva, hanem azt jelenti, hogy hanem azt jelenti, hogy közösségben élhetnek, akár egy máson is segíthetnek, ugyanakkor van mellettük szakember ápolásban, meg minden egyébben, amire szükség van. A mentalitás kezd az európai mentalitáshoz hasonlítani, és akkor emiatt van az, hogy egyre kevesebb embert fogadnak be egy központba, vagy hogyha ugye most vannak ezek az akkreditációk, amik elég régóta működnek, tehát először nem kell vigyázni, például az egyik jogosultunk be volt fogadva egy öreg otthonba, végén ugye mikor kontroll ment abba az öreg otthonba, akkor másnapra ki kellett tenni, mert nem volt 65-60 éven felüli. A család nem mindig bírja el, mert nem mindig bírja el. A rokonságunk besegít, de az, hogy tényleg nagyon szükségesek az ilyen szervezetek. Tehát ha nem lennének az egyesületek, akkor egyáltalán nem lenne hová forduljon egy ilyen család? Hát nem. Például van, hogy egy egyesület sem tudja felvállalni, ha nincs elég embere, és akkor ha még otthon sincs, be menjen, akkor egyszerűen egy bizonytalan helyzet marad. Juditot 81 éves édesanyja gondozza, aki időskora miatt már nem jogosult a gondozói bérre. Ugyanis egy hozzátartozó csupán 70 éves korig köthet gondozói munkaszerződést. Így van.
Tehát így van. Tehát nem lehet, hogy akkor is, hogyha ő gondolja a fogyatékossággal élőt, nem lehet tovább a munkaviszonyban az állam. Mit jelent ez a munkaviszony? Mennyi a bére egy ilyen gondozónak? Alap. Hát alap. És csak ezen kívül rájön még egy minimális segély magának a fogyatékkal élőnek? Igen, egy minimális, valóban minimális. Ha például Isten előtt egyedül maradnék, akkor ez azt jelenteni, hogy én 24-24 órát kellene biztosítsam magamnak a gondozásomat, ami azt jelenti, hogy 3-8 óra minimál bérért nem biztos, hogy valaki felvállalna, mert nem vagyok könnyű eset, ugye? Plusz a megélhetés, és nekem annyi jövedelem nem nincs. Uh-huh. Tehát, hogy tehát ez a valóság. Az érvényben lévő törvény értelmében a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása és érvényesítése elsősorban az önkormányzati intézményekre, hatóságokra hárul, és másodszorban a civil társadalomra és családra, vagy a fogyatékos személy törvényes képviselőire. Judit, Sanyi bácsi, Kelemen Attila és még megannyi fogyatékkal élő és hozzátartozóik valósága azonban teljesen más. A román állam bár önmagát alkotmányosan szociális államként határozza meg, mint annyi más problémát, a fogyatékosok gondjait is szőnyeg alá sepri. Vagyis nagy mértékben a civil társadalomra bízza, hárítja a mindennapos gondok orvoslását. Hogy segítsenek a civil szervezetek ott, ahol tudnak, ott, ahol erre lehetőség van.